Szervusztok! A következő percekben a, a nem hagyományos monetáris politika eszközárakra gyakorolt hatásairól fogunk beszélni. Ugye a nem hagyományos monetáris politika alatt a, a mennyiségi enyítést, a, a pénznyomtatást értjük, amely a más, az elmúlt másfél évtizedben egy bevett gyakorlattá vált fejlett és fejlődő országok széles körében, és Korábban is voltak már vizsgálatok, amelyek alapján gyaníthattuk azt, hogy van kapcsolat az eszközárak, a részvénypiac és a nem hagyományos monetáris politika eszközei között. Azonban a témával kapcsolatban megjelent egy újabb anyag, amely ezt részletesen kifejti, részletesen megvizsgálja. Ebből megtudható az is, hogy hogyan reagál a nem hagyományos monetáris politikára, a pénznyomtatásra a részvénypiac, mikor alakulnak ki alul felülárazott időszakok, illetve szó lesz azokról a, a, az előrejelző, a jövőbeni hozamot előrejelző összefüggésekről, mint például Schiller professzor képrátája, vagy az úgynevezett output gap alapú előrejelzés, hogy ezeket milyen mértékben torzítja el a, a, a nem hagyományos monetáris politika. Nagyrészt erre fogunk fókuszálni a, az előadáson. És most valószínűleg tartom, hogy a bevezető után a, a hallgatóságom körében vannak olyanok, akik felteszik magukba azt a kérdést, hogy egyáltalán mi értelme van ezzel foglalkozni. És erre egy nagyon egyszerű választ tudok adni. A legtöbb befektető a, a múltbeli több évtizedes, akár száz éves átlaghozamokat, Kockázatot, maximális visszaesést vizsgálva próbál meg a jövőre nézve befektetési döntéseket hozni. Azonban azt láthatjuk, hogy a jövőt a monetáris politika, a gazdasági rendszer és sok egyéb más tényező befolyásolja. És éppen ezért lehet megismerni azokat a, a tényezőket, amelyek az elmúlt évtizedekben befolyásolták a, az eszközárakat, hiszen ezek a jövőben is hatást gyakorolhatnak a, a piaci folyamatokra, annak ellenére, hogy egyébként ezek a. Az adatok, vagy ezek a folyamatok nincsenek benne a száz éves adatokban. Négy fontos tényezőt említenék meg a problémával kapcsolatban. Az egyik dolog az, hogy amikor visszatekintünk 50-100 évet, akkor átlagokkal számolunk és a legtöbb befektetőnek nincsen 50 vagy 100 éves befektetési időtávja, tehát a hosszú távú átlagokat nem lehet alkalmazni, nem lehet figyelembe venni. Másrészt a hosszú távú átlagok mögött ott van a szórás, tehát az adatoknak a nagy kilengése, értve ez alatt azt, hogy még 20-30 éves időtávon is számszerűsíthető, Anarkulova vizsgálatai szerint egyébként 20 éves időtávon 15%, 30 éves időtávon 12% a valószínűsége annak, hogy negatív lesz a reálhozamunk tőzsdeindexbe történő befektetéssel. Ez az egyik probléma, hogy nincs 100 éves befektetési időtávunk. A másik dolog az, hogy a közgazdaságtan területén nagyon kevés a, a, az olyan állandó, amely minden Körülmény között minden gazdasági rendszerben egy örökérvény összefüggést mutat. A természettudományokban ugye megfigyelhetők olyan törvényszerűségek, amelyek állandónak tekinthetők. Ugye például a fizikából ismert gravitációs törvény a Földön gyakorlatilag minden körülmény között állandónak tekinthető, viszont a pénzügyek területén nincsenek ilyen gravitációs törvények, és a gazdasági rendszer, a monetáris politika a társadalmon belül élők preferenciái szerint változhatnak ezek a törvényszerűségek. Nyilván vannak kivételek, a stilizált tényeket értjük ez alatt. Ezek valóban olyan örökérvényű közgazdaságtani összefüggések, amelyek, amelyek rendszereken keresztül érvényesek, de a pénzügyi összefüggések többsége egyébként nem ilyen. További problémát jelent, hogy a múltbeli adatok, és itt már egészen arról lenne szó, hogy az 1926-os év előtti időszak, ugyanis a, a 70-es években rakták össze a Csikágoi Egyetemen a CRISPR adatbázist, Egészen 1926-ig tudták összegyűjteni az adatokat, és nagyon sok olyan vizsgálati anyagunk van, amely 1926 előtti adatokra is fókuszál. Jó példa erre a Jeremy Siegel professzor stockford Long Run című bestseller könyve, a legtöbb amerikai, de egyébként magyar befektetési tanácsadó is ezekből az adatokból indul ki, a részvény, kötvény és különböző befektetési eszközök hozama és és ugye az óriási nagy hozamkülönbség az egyes eszközök között. 1926 előtti adatok becsülhetők, nagyon sok adat hiányzik Szigel professzornak a, a, a vizsgálatából. Ő korábbi olyan munkákra támaszkodott, amelyek pontatlanok voltak, de ma már tudjuk, de jóval kisebb a, az ismertsége annak, hogy Valójában nem úgy alakultak a részvény-kötvénypiaci hozamok, ahogy azon az ábrán látható. Itt egy sokkal pontosabb kép arról, kék színnel a részvények, sárgával a kötvénypiaci hozamok alakulása. Ugye itt 240-50 évet ölelünk fel ebben a vizsgálatban, és jól látszik az, hogy az időszak nagy részén a részvény-kötvény hozamok fejfej -fej mellett haladnak, viszont van egy rendkívül Időszak, ez az 1950-es éveket követő időszak, amikor valóban a, a kötvények alul teljesítenek, a részvények pedig jelentősen felül teljesítenek. Ez a különbség a két grafikon közötti óriási különbség mindössze abból származik, hogy a, az időszak elejé, az 1926 előtti adatok pontatlanok, és a hosszú táv felnagyítja a különbségeket. Továbbá arra is oda kell figyelni, és ez már kapcsolódik a, a témánkhoz, hogy vannak olyan rendkívüli, egyedi, és mondhatjuk azt, hogy meg nem ismétlődő események, amelyek bekövetkeztek az elmúlt száz évben, de nem valószínű, hogy be fognak következni a következő 10-20-30-50 évben. Ezért nem biztos, hogy ugyanazokat az átlaghozamokat érdemes alapul venni, amit a múltbeli adatokon kimutattunk. A témával kapcsolatban egyébként a 2000-es években Peter Bernstein és Robert Arnott végzett egy. Egy átfogóbb vizsgálatot négy ilyen tényezőt azonosítottak, és később a 2000-től 2020-as időszakig a FED egyik elemzője is azonosított néhány ilyen tényezőt, amelyek miatt rendkívüli lett az amerikai részvénypiacon a részvénypiac kockázati prémiuma. Erről a két témáról ebben a kettő vizsgálatban, illetve a miért ne vetíts ki a múltbeli hozamot a fedelemzője alacsonyabb jövőbeni hozamot vár című előadásokban beszéltünk. A részvénypiac hosszú távú vizsgálatairól a, a felsorolt első három forrást ajánlanám a figyelmetekbe, az előadásaink, amelyekben ezeket feldolgoztuk, szintén itt három ilyen ehhez vonatkozó vagy ide tartozó előadásról beszélhetünk. Összegezve tehát a lényeget. Szükség van a, a hosszú távú adatokra, mert megismerhetjük a befektetési eszközök karakterisztikáját, kockázati profilját. Viszont nincs 100 éves, 50 éves befektetési időtávunk, tehát azokat a hosszú távú átlagokat nem tudjuk alkalmazni. Másrészt, a, a nagyon távoli múltba visszatekintő vizsgálatok pontatlanok, tévesek, pontosan azért, mert nincsenek meg az adatok, hiányosak. Harmadrészt a, az elmúlt évtizedeket vagy évszázadokat egyedi rendkívüli események befolyásolták, és ezek hatást gyakoroltak a, a hozamokra. Illetve ehhez kapcsolódik az, hogy a pénzügyek területén kevés az örökérvényű szabálya, a gravitációs törvények alapvetően itt ezen a területen hiányoznak. És ebből az is következik, hogy az olyan jellegű folyamatok, mint a nem hagyományos monetáris politika, amely abban nyilvánul meg, hogy a jegybankok mennyiségi enyhítéssel kötvényeket vásárolnak, ugye egyes országokban, Japánban akár ETF alapot, tehát részénye ETF alapot is vásárolhat a, a, a jegybank, de a legtöbb országban jellemzően államkötvényekre, vállalati kötvényekre van ez leszorítva. Minden esetre a nem hagyományos monetáris politikát értjük ezen eszköz alatt, amely nagyrészt a, a 2008-as a gazdasági válságot követően vált, ismert és szélesebb körben elterjedté, amely részben magyarázható azzal is, hogy a, a természetes kamatrátában évtizedes csökkenő trendek következtek, és a, a, a természetes kamatráta csökkenése lefe, a kamatok lefelé szorítását tette lehetővé, az infláció megszűnt létezni ebben a, abban az évtizedben, a 2010 utáni évtizedben, és ezen a mennyiségi enyhítés sem változtatott értelemben, ugye 2010 és 2020 közötti időszakról beszélünk. Na de a részvénypiacsal összefüggésben rendelkezésünk állnak egyébként már korábbi vizsgálatok is, amelyeket most én itt nem hivatkoztam be, ezek a 2000-es évek előtti vizsgálatokat jelentik. Egy korábbi cikkünkben, amely a pénznyomtatásra foglalkozik, meg lett néhány említve, pozitív kapcsolatot találtak a pénzmennyiség növekedés, a gazdaságban levő pénzmennyiség növekedés és a részvénypiaci árak között. Tehát a pénzmennyiség növekedésével több olyan vizsgálat is van, amely ki tudta mutatni ezt a, a pozitív korrelációt. Viszont a 2010-es éveket érintő vizsgálatokból alapvetően kevesebb van. Az egyik ezekből, amelyről szintén beszámoltam nektek a, a, a pénznyomtatás témájú cikkünkben, az egyik ezek közül az európai piacokkal foglalkozott, és ugye itt a 2000... Tízes éveket követően kezdte meg a, az Európai Központi Bank a, a mennyiségi enyhítés programját. Itt láthatjátok azt a, azt a többlet likviditást, ami a, a, az euróvezeti ország gazdaságába került, és közben a fenti folyamatokkal párhuzamosan azt lehetne látni, hogy a, a nem produktív hitelek aránya növekedésnek indult, a produktív hitelek arányában pedig csökkenést látunk. Ugye nem produktív banki hitelek alatt olyan hiteleket értünk, amelyet nem banki, hanem pénzügyi cégek vesznek fel. Biztosítók, nyugdíjalapok, intézménybefektetők, ingatlan alapok. Tehát a nem produktív hitelek jellemzően a befektetést, a spekulációt szolgálják, és inkább a tőkepiacon a tőkeáttétel mértékét növelik. Ugye a növekvő tőkeátétel emelkedő eszközárakat eredményez, a produktív hitelek pedig ugye jellemzően kis és közepes vállalatokat jelentenek. Na most ez a vizsgálat is rámutatott arra, hogy a monetáris politikával létrehozott pénz nagy része a bankrendszeren belül maradt, és a gazdaság élet szereplőihez kisebb, lényegesen kisebb rész jutott el. És nézzük az utolsó vizsgálati anyagunkat, amely egyébként néhány héttel ezelőtt jelent meg. Ebben a, ezt a vizsgálatot a Friedman és Schwarz féle elméletre alapozták. Itt láthatjátok ennek a, a képletét, amely egy nagyon hasznos összefüggést foglal magába. Ez a, arról lenne szó, hogy a, a gazdaságban levő pénzmennyiség és a, a pénz forgási sebességének a szorzata az egyenlő az árszínvonallal és a gazdasági kibocsátás reálértékének a szorzatával, és így a pénzmennyiség jelenteni az MS-t, a V a, ugye a velocity, a forgási sebességet, a P az árszintet, az Y pedig a a, kibocsátást jelenteni. Tehát négy tényezőnk van, és ez egyúttal azt is jelenteni, hogyha növeljük a gazdaságban levő pénzmennyiséget, ugye ez a money supply MS rövidítéssel, és közben nem változik a pénzforgási sebessége, akkor vagy az árszínvonalnak kell emelkednie, vagy ezt kompenzálhatja az, hogy van gazdasági növekedés. Leegyszerűsítve ez azt is jelenteni, hogy a pénznyomtatás nem okoz inflációt abban az esetben, ha az összhangban van a pénzforgási sebességével, és összhangban van a gazdasági növekedéssel. Tehát önmagában nem a, a pénznyomtatással van a, a, probléma, hanem azzal van probléma, hogy a gazdasági növekedés mértékét meghaladó pénznyomtatást tapasztalunk, és az Egyesült Államok esetét megmutatom, illetve megnézhetjük a magyar helyzetet is, az Egyesült Államokban a, a, az ábrán az M2 per GDP a, az M2 az a teljes gazdaságban levő pénzmennyiségnek a változását mutatná. A, a GDP, pedig a gazdasági növekedésnek a, a, az üteme. Ezt láthatjuk sárga színnel. Én nyilakkal jelöltem nektek, hogy milyen változások következtek be a, a, az M2 per GDP mutatóban. Látszik azt, hogy itt a 2000-től 2008-ig történő időszakban igazából egyensúlyban volt a GDP növekedés az M2 pénzmennyiség növekedésével, tehát nem emelkedett a, a, a grafikonunk. Majd a 2008-tól 2016-17-ig tartó időszak volt egyébként a, a, a quantitative easing, tehát a mennyiségi enyhítés időszaka. Itt volt némi növekedés, tehát itt a pénzmennyiség nagyobb mértékben növekedett, mint a GDP, azért látunk emelkedést, és utána ott a 2017 környékén a Fed elkezdte leépíteni a mérlegét, megint stagnálást látunk, és jött ugye a, a koronavírus, a, amely hatására az M2 per GDP-ben óriási nagy ugrás következett be. Tehát a gazdasági növekedést meghaladó mértékű pénzmennyiség került a, a, a gazdaságba. A 2010 és 17 közötti időszakban nem volt jelentős infláció az Egyesült Államokban, annak ellenére, az M2 per GDP nőtt, de ha megnézitek, a pénzforgási sebesség ebben az időszakban szépen lassult. Tehát... A egyensúlyban volt a képletünk szerint a a pénzmennyiség növekedett, de a pénzforgási sebessége lassult, ezért a gazdasági kibocsátástól nem függött a, a képletünk, és nem nőtt az árszínvonal, ugye a pénz nem növekedett. Viszont ahogy láthatjátok, 2020-tól a pénzforgási sebessége is növekedésnek indult, és egyébként az M2 per GDP is megugrott. Na most ez a, ez a kettő növekedése, ha a gazdasági teljesítményben nem következik be olyan arányú növekedés, akkor, akkor itt a P, az infláció az a szelep, ahol ez kiegyenlítődik. És sajnos ez a, az összefüggés egyébként a hazai gazdaságban is megfigyelhető, tehát ez nem csak európai, hanem, hanem fejlett országok, fejlődő ország széles körén megfigyelhető. Én itt most nem az M2-t mutatom nektek, ott is ezt meg lehetne nézni, a, az MNB, tehát a központi bank mérlegének, a, a, tehát a monetáris pénznek a, a változását láthatjátok. 98-tól 2020-ig olyan 5000 milliárd forintról 11000 milliárd forintra nőtt, ez évi 3,6%-os növekedést jelentett a pénzmennyiségben. A 2020-tól kezdődő három éves időszak, tehát 20-21 a 22 év végéig vizsgálva átlagosan évi 34%-kal nőtt a, a, a jegybank által létrehozott pénzmennyiség. Na most a magyar oldalon is tudjuk azt, hogy azért volt gazdasági növekedés, de nem volt évi 33%-os gazdasági növekedés, Ez, ettől lényegesen elmaradnak azok a az eredmények, amiket ugye láthattunk, ugye 2021-ben volt egy 6% fölötti, utána egy 4% körül, és a 2023-ban már nem is volt gazdasági növekedés. A hosszútávú távú átlagot vizsgálva az elmúlt évtizedekben átlagosan 2%-os gazdasági növekedés volt Hazánkban. Tehát a 2%-os átlagos gazdasági növekedést még össze lehetett vetni azzal a 3,7%-os pénzmennyiség növekedéssel, de egy 33%-os pénzmennyiség növekedéssel ezt már nehéz összevetni. Ugye ezen az ábrán a jobb értéktengejen kicsit hiányzik a, a, az egyik része, de a jobb tengelyen a adott időszakok átlagos gazdasági növekedései láthatók historikus távlatokból a magyar gazdaság vonatkozásában. Hogy jobban megértsük ennek a problémának a lényegét, képzeljük el úgy a, egy adott fizetőeszköznek az értékét, mint egy, mint egy jövőbeni gazdasági teljesítményre vonatkozó ígérvény. De gyakorlatilag minden rendeleti pénz fiat devizára igaz ez, hogy egy jövőbeni gazdasági teljesítményből nyújt egy kis részesedés számunkra. És innentől kezdve annak a pénznek az értékét két dolog fogja meghatározni. Az egyik, hogy az a jövőbeni gazdasági teljesítmény mekkora lesz. Mekkora lesz az a torta, amin osztoznia kell az adott ország devizájának a tulajdonosai, tehát mondjuk a forintot birtoklók osztoznak a magyar gazdaság jövőbeni teljesítményén. És ha növekszik az a torta, akkor növekedhet annak a, annak a devizának az értéke. Egyre értékesebb lesz az a deviza. Viszont ezzel szemben, ha egyre több pénzt bocsátanak ki, akkor, akkor ugye azok a torta kisebbek lesznek. Nyilván, ha növekszik a torta, és ezzel arányosan növeljük a torta szeleteket, akkor ez a, ez a bizonyos P nem fog változni, viszont hogyha sokkal több részre kell osztanunk azt a tortát, mint, mint amekkorát ugye a gazdasági növekedésből származtathatnánk, akkor sajnos annak a tortaszeletnek az ára csökkenni fog, tehát értéktelenebb lesz az a pénz, amely magyarázhatja azt, hogy a, az infláció miért jelenik meg. Na most ugyanezen összefüggést felhasználva megvizsgálták a, a GDP arányos pénzmennyiség és a részvénypiac ciáraknak a, 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 kapcsolatát, és azt mutatják az adatok, hogy 2000-től 2021-ig tartó időszakon a részvénypiac és a, a pénzmennyiség M2 per GDP között kointegrációs kapcsolat van. Ez a kointegrációs kapcsolat, ez leegyszerűsítve annyit jelent, hogy a két változó között hosszú távon van kölcsönhatás, együtt mozog, annak ellenére, hogy rövid távon kilengések tapasztalhatók. Ezekben a rövid távú kilengésekben van a lényeg, itt láthatjátok egyébként ezeket a, kilengéseket. Ezek átmeneti egyensúlytalanságot jelentenek. Akár ha megnézitek ezt az ábrát, 2002 és 2005 között is volt egy ilyen átmeneti egyensúlytalanság negatív irányú, ugyanígy láthattunk ilyet 2000, 9 és 2017 közötti időszakon is egy negatív irányú egyensúlytalanságot itt is, és voltak időszakok, amikor pozitív irányú egyensúlytalanságok voltak. Én most bejelöltem nektek a, a negatív irányú egyensúlytalanságokat. A vizsgálatnak az a, a, a megállapítása, hogy a negatív irányú egyensúlytalansági helyzeteket követően a részvénypiacon a jövőbeni hozamok magasabbak. Ezt egyébként a regresszős vizsgálattal is meg tudták erősíteni. Egy hónapos, három hónapos, hat hónapos, tizenkét hónapos időtávon is kimutatható az, hogy az ezelőbbi grafikon, változása és a részvények jövőbeni hozama, a részvénypiac jövőbeni hozama között negatív a kapcsolat. Tehát amikor pozitív irányú egyensúlytalanság van, akkor alacsonyabb jövőbeni hozamot látunk, ha negatív irányú egyensúlytalanság van, akkor magasabb jövőbeni hozamot tapasztalhatunk. Nyilván az ilyen regresszős vizsgálatoknál mindig a magyarázó erő, az R2 a kérdéses. Egy hónapos időtávon 4 százalék, ami nem sok. Viszont, ha összevetjük más hasonló összefüggésekkel, akkor a 4% átlagosnak, jónak mondható, mint magyarázó erő. Nyilván egy hónapos időtávon a részvénypiaci árak kilengésére ennél nem nagyon van sokkal jobb magyarázat. Mondhatnánk azt egyébként, hogy már az 1980-as évek óta kutatják a Robert Schiller professzorral kezdődően, talán ő volt az első, aki a különböző makroekonomiai és sok minden más változót megvizsgált. Nincs magyarázat rövid távon arra, legalábbis regresszős vizsgálatok alapján, hogy, hogy, mi okozza az ár fluktuációt, az árváltozást. Ha megnézzük a hosszabb távú előrejelzéseket, 12 hónapos időtávnál már ez a magyarázó erő 30%-ra Növekszik, ami már alapvetően jónak mondható. Tehát a gazdaságban levő pénzmennyiség GDP arányosan vizsgálva hatást gyakorol az adott ország eszközára, áraira, és az is megfigyelhető, hogy kialakulnak pozitív és negatív egyensúlytalanságot jelző időszakok, amelyek befolyásolják bizonyos mértékig a, a jövőbeni hozamot. Ez volt az egyik ilyen fontos megállapítás ennek a, az anyagnak. A másik pedig, hogy különböző hozam előrejelző módszereket vizsgáltak meg, hármat ebből. A Schiller professzor kép képráta volt az egyik, ez talán a legismertebb. Beszéltünk erről, ha érdekel a téma, itt megjelöltem alul, erre a cikkre kellene rákeresnetek, Google-ben beütitek mögé site2.elemzésközpont.hu, akkor csak a, az elemzésközpont.hu domainen fog keresni, és megtaláljátok, ez egy régebbi cikk. Nagyon sokan használják, az egyik leginkább, legismertebb módszer a jövőbeni hozam előrejelzésére a képráta. Foglalkoztak az osztalékhozammal, mert az osztalékhozamnak is van ilyen jellegű előrejelző képessége, ezzel, erről is beszámoltam már nektek az osztalék témakörében, ezt most nem hivatkoztam be, de ha valakit érdekel a téma, írjon nyugodtan nekem, és akkor elküldöm a linket. És az output gap a harmadik ilyen előrejelző tényező, amit használnak. De most menjünk vissza a Schiller professzor féle képrátára, talán a legismertebb. Ugye a magas értékeltség alacsonyabb jövőbeni hozamot jelez előre, az elmúlt száz évre visszatekintő vizsgálatok ezt mutatják. A, a probléma az ezzel, hogy a 2010-es időszakot követően a képráta alapvetően nem hozza azokat a, azokat a jelzéseket, amelyeket korábban hozott. Itt láthatjátok egyébként a a, balértéktengelyem értéktengelyen, zöld színnel a képrátának a változását. Ugye a dotcom lufi időszakában volt az, a, az, amerikai piacon a legmagasabb, ilyen 40-45 környéki értéket láthattatok. A 2021-es csúcson is egyébként magas volt, ez itt megközelítette a 40-et. És eltolva a következő időszak 7 éves részvénypiaci hozamát láthatjátok. Ennek az eltolásnak pont az a lényege, hogy 7 évre előre jelzi a, a, a hozamot, és ha eltoljuk a 7 évvel a grafikont, akkor ugye nagyon jól összevethetők lesznek az adatok, tehát a magasabb értékek, alacsonyabb 7, következő 7 éves hozamot jeleznek előre. Ez, a, ez, a, ez az ellentmondás jól megfigyelhető az adatokon, magasabb képérték, alacsonyabb hozamot jelez előre, amit egyébként a jobb érték tengelyen tudtok leolvasni. A probléma az, ha megnézzük, különösen 2010 után a magas érték nem jelzett előre egyébként alacsonyabb jövőbeni hozamot, hiszen magasan maradtak a, a jövőbeni hozamok. És most nem másoltam idebe nektek, de a regresszős vizsgálatnak az az eredménye, hogy a nem hagyományos monetáris politikával érintett időszakokban a kép és az osztalékhozam nem használható részvénypiaci előrejelzése, nem ad nem adja azokat a megbízható jelzéseket, amelyeket korábban megfigyelhettünk. És a harmadik előrejelzési módszer az Output Gap volt. Ha jól emlékszem, 2009-ben Cooper és szerzőtársai mutatták ki azt, hogy az Output Gap használható a jövőbeni részvénypiaci hozam előrejelzésére. Az Output Gapnek a mérésének több módja létezik. A, az egyik a, a CBO által kiadott potenciális vagy várható GDP és a, és a tényleges GDP közötti különbségből számítható ki. Ugye ezek mind negyed évente publikálásra kerülő adatok. De van egy másik módja is az output gap mérésének. Az ipari termelés aktuális adatait nézik, tehát az industrial, industrial production és annak a hosszú távú trendje között milyen eltérés van. Ugye mindegyiknek az a lényege, hogyha ha növekszik a, az output gap, tehát mondjuk azt, hogy a tervezetnél vagy a vártanál jobb a, a, az ipari kibocsátás, a gazdasági növekedés, akkor javulnak a gazdasági körülmények. Ebből következik az, kisebb a részvénypiacon a befektetése járó kockázat, az alacsonyabb kockázat alacsonyabb jövőbeni hozammal kapcsolható össze. Ha pedig ez az output gap csökken, akkor Növekszik a gazdasági bizonytalanság, nőnek a kockázatok, így a jövőbeni hozam magasabb lesz. Ez az elmélet, és ezt a vizsgálatok meg is erősítik egyébként. Ahogy itt is láthatjátok a, a, a grafikonon, különböző módszerekkel, a két módszer az Output Gap van mérve, és leolvasható a baloldali értéktengen a következő időszak, tehát a jövőbeni hozamok. Jól látszik a magas output gap időszakában az Y-tengen magasabb értéket, tehát magasabb jövőbeni várható hozamokat látunk, a alacsonyabb output gap időszakában pedig alacsonyabbak a hozamok. A, az érdekessége a vizsgálatoknak, hogy az output gap alapú előrejelzést nem torzítja el a, a, a pénznyomtatás és a nem hagyományos monetáris politika, tehát ez megbízható előrejelző maradt egyébként a, ezekben az időszakokban is. Külön kitértek egyébként a, a vizsgálati anyagban a, az Egyesült Királyság Japán és az Euróvezeti országokra. Itt azt láthatjátok, amit az Egyesült Államoknál is bemutattam, a, a kointegráció ellenére rövidebb időtávon kialakulnak negatív és pozitív egyensúlytalansági helyzetek, és ebben az esetben is igaz az, hogy a, a negatív helyzetek magasabb, a pozitív helyzetek alacsonyabb részvénypiaci hozamokat jeleznek előre. Tehát nem csak az amerikai piacon mutatható ki ez az összefüggés, hanem a fejlett országok néhány másik tőkepiacán is sikerült ezt kimutatni. Összességében tehát azt láthatjuk, hogy újabb erős bizonyítékok utalnak arra, hogy a pénznyomtatás meghatározott körülmények között eszközár inflációhoz vezet. A meghatározott körülmények alatt érteni kellene a, a képletünket, ugye, amely, amelyet itt elmagyaráztam nektek, tehát nem csak az számít, hogy mennyi pénz kerül a gazdaságba, fontos a pénz forgási sebessége, de legfőképpen egyébként a, a gazdasági teljesítmény az, ami a, a másik oldalon egy meghatározó dolog. A fentiekkel együtt arra is láthattunk példát, hogy bizonyos előrejelző módszerek, akár a kép, az osztalékhozam, ha bekövetkeznek a, a, piacon speciális körülmények, akkor elveszíthetik érvényességüket. ez megint csak egy, arra egy példa, hogy a, a, pénzügyek területén olyan jellegű gravitációs törvények, mint amilyeneket a vagy állandó törvények, mint amilyeneket a természettudományokban tapasztalunk, nem nagyon vannak. Akit a téma érdekel, Káldor tények, ugye Káldor Miklós közgazdászról vagy stilizált tények alatt találhat ilyen összefüggéseket. Köszönöm a figyelmeteket! Ha kérdések merültek volna fel az elhangzottakkal kapcsolatban, az e-mail címemet, illetve a Facebook csoportunkat ajánlom a figyelmetekbe, sziasztok!